Elfogták a rendőrök azt a 25 éves moldovai embercsempészt, aki hétfőn rálőtt egy osztrák határőrre Szentpéterfalnál. Azóta nagy erőkkel keresték. Már is kapcsolunk az elfogás helyszínére, Frauenhofer Mártához. Márta, hogy sikerült elfogni a gyanúsítottat? Köszöntöm a kedves nézőket, jó napot kívánok! A rendőrség által kiadott közleményben annyi szerepel, hogy szerdán hajnalban itt Körmend területén megállítottak egy magyar rendszámú személygépkocsit, ebben hárman utaztak, és közöttük volt ez a 25 éves moldovai férfi is, akit gyanúsítanak embercsempészettel, illetve a hétfői lövöldözéssel. Azóta a gyanúsítottat előállították, és megkezdődött a nyomozás. Pontos részleteket még nem közölt a rendőrség, így azt sem tudjuk, hogy Körmenden egészen pontosan hol történt az elfogás. Most tart a nyomozás, és valószínűleg azt követően kapunk majd pontos információkat. Azonnal folytatjuk, de előtte mutatjuk az eset előzményeit. Én egy kicsit megijedtem, megmondom őszintén, mert hát azért napi szinten kint vagyunk az udvaron, meg az utcán, hát egy kicsit ijesztő volt. Hétfőn napközben így nézett ki a Vas megyei osztrák határmenti település. Ellepték a terrorelhárítási központ emberei, több tucat rendőr, páncélautó, drónok és keresőkutyák is érkeztek. Óriási hajtóvadászat kezdődött ugyanis az embercsempész után, aki rálőtt az osztrák katonákra. A bűnöző migránsokat csempészett, az osztrák határőrök rutin ellenőrzés miatt akarták megállítani. A férfi azonban menekülni kezdett, egy határőrnek arrébb is kellett ugrania a kocsi elől, hogy el ne üsse. A sofőr ezután először egy szántóföldre hajtott, majd több migránssal együtt kiugrott az autóból, végül Magyarország felé szökött el, ekkor adta le a lövéseket is Ausztria irányába. Hétfő óta szökésben volt tehát az embercsempész, aki rálőtt a határőrre. Nyugalom van a környéken, ott bujkálhatott eddig valahol. Most azt tapasztaljuk itt Körmenden, hogy nyugalom van, egyébként nagyon kevesen vannak az utcán, és azt hallottuk az itt lakóktól, hogy az elmúlt napokban pedig még ennél is kevesebben voltak, hiszen joggal aggódhattak az itt élők attól, hogy ez az embercsempész, aki rálőtt a határőrre, valahol itt a környéken bujkál, és az aggodalom nem volt alaptalan, hiszen ahogy már említettük szerdán hajnalban, itt Körmenden fogták el, és bizony itt a környéken beszédtéma volt az üzletekben, az emberek egymás között beszéltek arról, hogy itt bujkálhat az embercsempész. De persze találkoztunk olyannal is, aki nem hallott az esetről, így ő nem félt, de elsősorban a kisgyerekes családok és az idősebbek azért körültekintően közlekedtek az elmúlt napokban itt Körmenden. Frauenhofer Mártának köszönjük szépen a tudósítást!